A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk a röplabdás különkiadásunk egyikétnek lehetnek tanúi. Vendégem Takács Milán a Mávelőre, liberója, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon-nagyon fontos pillanatokat éltünk meg. Én azt hiszem, hogy itt volt az ideje, hogy a röplabda szakák felzárkózzék a futballhoz, jégkorongokhoz, kézilabdához, kosárlabdához, és ez így is történt, köszönhetően egy remek Mávelőre vezetésnek, egy remek szakmai vezetésnek teszem hozzá, és köszönhető elsősorban nektek, hiszen elindultatok egy olyan úton, ami azt hiszem, hogy minden sport kedvelőnek egy nagyon-nagyon fontos és megerősítést hoz. Ugye te magad liberót cserélünk liberóra, hiszen előtt itt volt Szentesi Bálint. Most viszont arról kell, hogy beszéljünk, mert kutakodtam egy kicsit, és kezembe került egy tudósítás 2013-ból, ahol külön díjakat osztottak ki, tehát ez idestova 10 esztendeje volt, és kérlek szépen, Takács Milán Székesfehérvár, és az az érdekes benne, hogy a mostani válogatott keretben, hiszen benne vagy a válogatott keretben, erről is majd kell, hogy szó essék, és Pesti Marcell szintén, aki azért egy kiemelkedő hazai játékos. No, a kezdetekről beszéljünk, sportágválasztás. Az nagyon-nagyon furcsa, hogy egy fiatal Székesfehérváron, ahogy már mondtam, hogy a jégkorong, a futball, a kosárlabda városa a röplabdát választja. Nálad ez hogy történt? Hát, mint minden gyerek életében, az enyémben is megfordult a futball esete. A szüleim azt szerették volna, hogy minél több sportot próbáljak ki, és ugye amelyikben megtalálom magam, azt válasszam. Én nagyon sokáig két-három-négy évig teniszeztem a röplabda előtt, de valahogy úgy éreztem, hogy csapatsportokra vagyok hivatott, ezért választottam a röplabdát, mert ebbe találtam meg azt a fajta örömöt, ami nekem akkor kellett, és ez így mostanáig folyamatosan teljesedik ki. Ebbe. Ki volt az általános iskolában, aki megszerettette veled? Hiszen ugye az alapvetés, hogy az alapokat valaki megtanítsa olyan szinten, hogy aztán egy későbbi út elindulhasson. Hát az alapokat egy nagyon jó edzőtől, Nagy Róberttől tanultam. Nála kezdtem el röplabdázni egész sokáig, és ott kaptam meg azt a fajta mentalitást, ami kell már akkor a röplabdához. Gyerekkorban még nem olyan komolyan, de már megszerettetik velünk akkor is a labdát. Igen, de hogy lehet megtanulni az alapokat? Hiszen az korán sem mindegy, hogy valaki elhivatott, és tényleg szereti, vagy az első kudarc élmények után azt mondja, hogy ebből én nem kérek. Igen, itt az első kudarc élmények a fontos tényezői ennek, mivel sokan feladják, de ki kell tartani, és úgy bármit elérhetünk ebben, meg úgy minden másban is. Voltak olyan társaid gyermekként, aki motivált téged arra, hogy igen, ezt folytatni kell, hajrá? Vagy a szüleid, családod, társaid, akik azt mondták, hogy igen, megvan benned a kellően a tehetség, tehát tessék csinálni? Igen, a szüleim azok mindenképpen végig az úton velem voltak, és elég sokáig a csapattársaimmal, osztálytársaimmal, akikkel úgy együtt jártunk, folyamatosan motiváltuk egymást abban, hogy csináljuk, ez jó. És tulajdonképpen van egy régi barátom, Szőke Zoltán, aki most a Balatonfürednek a másodedzője, és vele mentem végig egészen középiskoláig, a röplabdában is, meg a tanulmányim során is végig barátok maradtunk, és egymást húztuk csak. Ő úgy döntött, hogy kilép a játékos posztból, és
Én meg itt maradtam. Melyek voltak azok az erényeid, amelyek lehetővé tették, hogy egyre magasabb szintet érj el? Hát, ha meg kell nevezni, szerintem mindenképp elhivatottnak kell lenni. És soha nem szabad feladni, mert igazából most tekintve ezt a szezont is úgy indultunk el, hogy nyilván vannak céljaink, kitűztük a célokat, reális célokat néztünk, és hirtelen azzal az elhivatottsággal, meg azzal a munkával, amit belefektettünk, sikerült elérni oda, amit nem is gondoltunk. Tehát őszintén az elhivatottságot tudom mondani. Beszéljünk a posztodról. Az alapvetés volt nyilván, hiszen nem nőttél 195 centire, hogy akkor ez a poszt lesz a tiéd. Ami ma már kulcsposzt a röplabdában mindenképpen, hiszen mindenütt ott vagy, és alapvetés, hogy egy jó liberó helyet kapjon a csapatban. Igen, tulajdonképpen az én feladatom a csapatban kicsit különbözik a többiekétől. Nekem sokkal stabilabbnak kell lennem, meg kell adnom azt a stabilitást a többieknek, hogy például, ha meccs közben, vagy akár edzésen is rám néznek, akkor én megadjam nekik azt a biztos pontot, amitől ők úgy érzik, hogy ők is tudják teljesíteni azt az átlagot, amit ők is tudnak. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenütt ott kell lenned, és tehát odafigyelni minden egyes. Egyébként a libero poszt, mint tudjuk, régről nem volt ilyen. Aztán amikor bejött, akkor nyilván ezt, ha úgy tetszik, ha megnézzük az eddigi pályafutásodat, kimondhatjuk, hogy ezt neked találták ki. Igen. Mi minden kell a gyorsaságon túl, ahogy mondtad, hogy közösségi erőt is képviselsz bizonyos értelemben, de ahhoz, hogy valaki válogatott szintű liberó legyen. Hogyan lehet ezt megtanulni, hogyan lehet ebben fejlődni folyamatosan? Szerintem a kulcs része ennek, hogy megtaláld a játékosokkal, az ütőkkel azt a fajta kapcsolatot, amit így szó nélkül is, tehát az az alapja, hogy szó nélkül is értitek egymást. És ezt a legnehezebb kialakítani, ezt a kapcsolatot például a fogadásoknál, vagy esetleges ütésfedezéseknél, hogy úgy mozogjatok a pályán, hogy pontosan tudjátok, hogy kinek mi a feladata, és ezt így összehangolni. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a mesterek feladata is ebben az értelemben, hogy erre egy tiszta és világos koncepciót mutassanak be, de mennyire kell figyelni az ellenfelekre, hiszen az ütők, az átlók azért mind-mind más stílust képviselnek egy bajnokságon belül. Tehát lehet-e készülni erre? Nyilván vannak videók, amiket összeszednek nekünk, és meg tudjuk nézni, statisztikákat tudunk nézni, de azért tulajdonképpen meccs közben dől el az, ami megnézhetünk mi akármennyi videót, attól függetlenül meccs közben teljes fókuszba kell lenni, és oda kell figyelni az ellenfélre, mert akármit előhúzhat a zsebéből. Tehát nyilván, amikor az edzésmunkáról beszélünk, más az edzésmunka is. Igen. Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy felkészüljetek egy mérkőzésre? Rengeteg olyan fajta gyakorlatot jelent, amik ilyen kisebb elemekből állnak. Például mi rengeteget a nyitást szoktuk rengeteget gyakorolni, azt is kimondottan úgy, hogy edzés végén, amikor már így lankad a figyelem, akkor hogy még jobban tudjanak koncentrálni. Ezért van olyan gyakorlat is erre, meg a ilyen elemekből rakjuk ugye össze a gyakorlatokat, és minden egyes elemet így a hét napjaim végigmenve egészen a meccsig, mert ugye általában hétfőtől péntekig készülünk föl teljesen, és ugye hétvégén meg vannak a meccsek, és így összerakjuk az elemeket, a meccs előtti napon pedig ugye 6-6 ellen szoktunk így gyakorolni. A tehetségeden és az elkötelezettségeden túl
meg a szorgalmad is nyilván hozzájárult. Mi kell ahhoz, hogy folyamatosan fejlődj? Hiszen nagyon is jól tudjuk, ahogy elindult a pályát, folyamatosan léptett fel a lépcsőfokokat. Tehát egészen a válogatott kerettagságig, a bajnoki ezüstig, a nemzetes junior bajnokságig, hiszen azt megnyertétek. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok voltak. Mit kell tenni a hétköznapokon, hogy egy meccs a liberónak valódi ünnep legyen? Mindig azt az egy mondatot tudom kiragadni, amit hallok edzőink szájából, hogy egy meccset nem a meccs napján fogsz megnyerni. Egy meccset mondjuk hétfőtől péntekig a felkészülés alatt fogod megnyerni. Mert amikor elkezdődik a hét, te már azon gondolkozol, hogy miket fogsz csinálni a meccsen, és ez a fajta mentalitás, amit így az eddigi évek alatt szereztem, ez páratlan, mert eddig én nem is gondoltam bele ebbe, hogy ennek ilyen nagy szerepe van a felkészülésben, de tulajdonképpen az, hogy te vizualizálod a dolgokat, és tudod, hogy mit szeretnél csinálni a meccsen, ez az alapja az egésznek. Ugye 2021-ben már szerepeltél az első osztályban, tehát az egy nagyon fontos pillanat lehetett. Tanultál valamit, amit azt mondod, hogy na most már erre ettől a pillanattól kezdve figyelni kell? Hiszen ez egy út, meglehetősen rögös út a csúcsig. Igen, folyamatosan tanul az ember. Megtanultam, hogy attól függetlenül, hogy hibázol, nem szabad azt mutatni a többiek felé. És ez a kulcs szerepem szerintem a libero poszton, mert ha már látják, hogy egy olyan játékos, akinek tulajdonképpen csak az a munkája, hogy fogadjon és mezőnyözzön, az elbizonytalanodik, akkor ez nagy barát teszi a bélyegét arra, hogy a többiekben is meginogjon valami. Ugyanakkor a liberóra kulcs szerep hárul egyre inkább ebben a játékban, hiszen jószerűen mindenütt ott vagy a kényes helyzetekben. Hát próbálok igen mindenhol ott lenni, de nehéz, mert sok nagyban hozzájárul, hogy szükség van ilyen előrévételezési képességre, ami sok esetben sikerül, sok esetben viszont hátrány. Ugye az NB2-es junior bajnokságról beszéltünk, hogy bajnokok lettetek. Az már előrevetítette, hogy fejlődtetek annyit, hogy a későbbiekben megálljátok a helyeteket majd egyel magasabb szinten is? Igen. Biztosak voltunk benne, hogy ilyen vezetőedző mellett, Dávid Zoltán személyében nem lehet probléma előrébb jutni, folyamatosan fejlődni, és hát folyamatosan ezen voltunk, és meg lett az eredménye. Ugye itt már beszélgettünk előtte Dávid Zoltánnal is, hogy némiképpen lebecsülték a szakértők is a MÁV előrét az Extraligában. Valahova a végére tették, 7.-8. hely, ahogy mondtam, a legjobb is, aki jó, mint kiderült, rossz jós, de a legkevésbé rossz jós volt, ő azt mondta, hogy 6. hely, és akkor elkezdtetek menetelni. Ezt hogy éli meg egy játékos, hogy bizonyos abban, hogy a felkészülésük, illetve a játéktudásuk is eleve elrendeli azt, hogy sokkal magasabb pozícióba léphetnek, miközben nem nagyon bíznak bennük. Tehát mert ez egy folyamat volt. Igen. Tulajdonképpen mondhatom azt szerintem, hogy az, hogy nem bíztak abban, hogy mi képesek vagyunk magasabb szintet elérni ebben a szezonban, egyfajta hajtóerőt biztosított, mert nincs annál jobb érzés, amikor kimegyünk egy meccsre, amit az ellenfél úgy gondol, hogy ő az esélyesebb, majd sikerül megnyerjünk azt a meccset, és csak nem tudják, hogy mi történt. Tehát ez megerősíti a közösséget is. Persze. Egyébként a csapat felépítése az ilyen értelemben ideális? Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy az mindig vannak ugye a három különböző korosztály, a fiatalok, tehát ti,
aztán a közép, akik már megfelelő NB1-es rutinnal rendelkeznek, vannak az idősebbek és a légiósok. Tehát így kerek egy közösség. Igen, de nálunk viszont nagy részben ugye fiatalok alkotják a keretet, és a légiósok vannak, akik úgy öregebbek, tapasztaltak. Szerintem ez is erőssége volt a mi csapatunknak, hogy bennünk volt az a fajta késztetés, hogy ezek a fiatalok el akarnak érni valamit. És a fiatalságnak a hátránya viszont, hogy képesek vagyunk nagyon magas teljesítményre, viszont nagyon alacsony teljesítményre is. Tehát, tudjátok motiválni egymást egyébként? Persze. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem is, de azért barátok vagytok a hétköznapokon is? Ami igen. Azt jelenti, hogy kiálltok egymásért, segítitek egymást, együtt dolgoztok, tehát nincs olyan, hogy valaki látszik, hogy nincs kedve edzeni. Szerintem ilyen ebben a csapatban el se fordul. Nem, meg nekünk sikerült kialakítani egy olyan csapatközösséget, ahol ez tényleg mindennapi, mert barátok vagyunk, megvan minden ilyen, vannak közös programok, kávézások, és tényleg a szabadidőnkben is szinte együtt vagyunk, tehát úgymond egy nagy családot alakítottunk ki. Tehát az alapszakaszról beszéljünk egy kicsit. Ilyen értelemben mi azt gondoltuk nyilvánvaló, hogy azért a Kazincbarcik, a Kecskemét, Kaposvár mint általában kiemelkedik a mezőnyből, aztán mégse így történt, egyre inkább jöttetek fel. Megnőtt az étvágy, vagy bizonyosak voltatok abban, hogy az tulajdonképpen papírforma, hogy rátok nem figyelnek, és lehet lépdelni felfelé? Tulajdonképpen... Minden meccsre úgy mentünk, hogy persze, mindegyik csapat meg akarjuk nyerni a mérkőzést. És csak jöttek a mérkőzések, és amikor már ott jártunk, észrevettük, hogy ebből még akár lehet is valami. És akkor ott fogalmazódott meg bennünk az, hogy ebből tényleg lehet valami, és lehet, hogy 200%-on el kell kezdeni dolgozni, és akkor még jobban kijön. Tehát folyamatosan fejlődtetek taktikailag, technikailag, és közösségben egyaránt. Főleg meg fizikailag is, mert egy nagyon jó erőléti edzőt hoztak Fehér Iván személyében. Ugye az elődöntőről kell, hogy beszéljünk, Kazincbarcika, kicsit rezgett a léc, hát nyilvánvaló, hogy mindenki azt gondolta, hogy Kazincbarcika, mint a röplabda városa, az simán lemossa a Mávelőrét, olvasgattam, tehát ott is egyértelmű volt, hogy az elődöntők során ugye a Kazincbarcika volt az esélyes, mondták a szakemberek, aztán jött a csoda. Igen, a barcikai mérkőzések azok nehéz mérkőzések voltak, nem fizikálisan, hanem mentálisan is, mert nagyon sokat készültünk, csak voltak olyan pillanatok, amikor nehéz volt úgy átadni magad a mérkőzésnek. Nem jöttek úgy a mozdulatok, nem úgy pattant a labda, ahogy mi akartuk, de hát ettől vagyunk mi profi játékosok, meg kell próbálni mindent. És akkor átszakadt az a mentális gát, és már is ott voltatok a történelmi siker küszöbén a döntőben. Hogy készültetek a döntőre? Hiszen azért tudjuk, hogy a Kaposvár más még ebben a mai magyar mezőnyben is. Hát, mint tudjuk, Kaposvár rekordbajnok, nekik nem ez volt az első döntőjük. Nehéz volt készülni, mivel bennünk volt ez a druk, ami eddig nem, hát nyilván bennünk volt, csak eddig nem értük, nem tudatosult bennünk, hogy elérhetünk a döntőbe. Most már itt vagyunk a döntőben, na most mi lesz? És elkezdtünk készülni, videóztunk, edzettünk, és valahogy rajtunk lett egy kisebb fajta nyomás ezáltal, mert eddig ugye nem volt nyomás, mert csak mentünk. De amikor mert végig az lett mondva, végig mondtuk egymásnak folyamatosan, hogy döntőzünk, bajnokok leszünk, minden, és
valahogy a végére, amikor már elértünk oda, és láttuk, hogy ez tényleg itt van egy lépésre, egy pici lépésre, valahogy szerintem egy kicsit több akarat is itt kellett volna. De a reális esélyetek, valljuk meg, az elején úgy volt, hogy nincsen. Aztán kiderült a folyamat során, hogy igenis van, mégiscsak. Az megerősítést jelentett, hogy az a győzelem megjött, amit azért már nagyon vártatok? Mindenképp nagy megerősítés volt számunkra, meg én személy szerint nagyon szerettem volna legalább egy meccset, ami sikerült is, egy meccset nyerni hazai közönség előtt, mert időközben, amíg meneteltünk így fel a második helyig, nagyon nagy szurkolótábor alakult ki, amit személy szerint én nagyon szeretek, mert régen, amikor ugye elkezdtük ezt az egészet, akkor alig jöttek ki a meccseinkre, viszont most sikerült kialakítani egy olyan szurkolótábort, ami páratlan. Tehát megtanultak röplabdául Fehérváron, és hála Istennek. Igen. Tehát ez egy történelmi siker. Nyilván, hogy folytatása lesz. A saját karriered szempontjából mennyire fontos, hogy a válogatott bőkeretben ismét helyet kaptál? Sőt, ahogy itt nézem, jó néhány társaddal egyért. Igen. Hát ez is elmond valamit, hogy a Mávelőre csapatából hány darab válogatott játékosunk van. Azt sajnálom, hogy a szűkített keretben nem kerültem be. De hát majd a jövőbe bekerülsz. Igen. Abban biztos vagyok, hogyha bennem lesz még egy év röplabda, még egy év tapasztalat, akkor nem tudnak nem előtt. Igen, hát ez maga a csoda, amikor néztem a bőkeretet, hogy Szabó Vilmos, Pesti Marcell, Bibók Balázs, Ambrus Bence, Takács Milán, ezt jó volt nagyon megnézni, tehát minden poszton feladók, átlók, tehát ez egy csoda volt. No, milyen jövőképetek van? Nyilvánvaló, hogy véget ért a bajnokság, lehet kezdődni majd, vagy lehet kezdeni készülni a következő időszakra. A keret, ahogy értesültem róla, helyjel közel együtt marad, ami nagyon-nagyon fontos, remek légiósokkal, a fiatalok egy évet már értek, tehát nyilvánvaló, és tulajdonképpen most már a dobogó mindenképpen elvárás. Hogy lehet ezt az elvárást teljesíteni? Mi minden kell ahhoz a jövőben? Kell ugyanúgy az elhivatottság, meg az akarat. Az előző szezont is úgy kezdtük augusztusban, hogy már akkor kaptuk a jó szavakat a jövővel kapcsolatban, hogy bajnokok leszünk, és kell, mert mi képesek vagyunk erre, és csak el kell hinni, és akkor ugyanott leszünk. Jó, én már is elhiszem, és gondolom, hogy ti is elhiszitek, és én köszönöm szépen ezt a fantasztikus élményt, amit a röplabda csapat nyújtott itt a fehérvári sportkedvelőknek, és hát bízom benne, hogy lassan kinövitek a vokkot is, bár hiszen a szurkolók megtanulták, hogy a röplabda milyen csodálatos játék, és hát akkor hajrá, és bízom benne természetesen, hogy a legközelebbi kerethirdetésnél ott lesz a neved, nevetek. És is bízom benne. És köszönjük szépen ezt az évet minden sportkedvelő nevében. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Takács Milán volt, a Mávelőre ezüstérmes férfi röplabda csapatának kiváló liberója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.